Saatçadan? 12 varmış. Aha, işte de tadını var mı? Fol ez belőle. És kinek csinálta? Anyának. És tudod, hogy milyen nap van ma? Gyereknap. És ez mit jelenthet? Az, hogy a gyerekek játszhatnak, meg mindenfélét kapnak. Volt kívánság a gyereknapra? Igen, anyától kaptam 2 könyvet. Szakállas Fanni gyakorlatilag elmondott mindent, amit a gyereknapról tudni lehet. Az ünnepet először Törökországban tartották meg 1920-ban, és innen terjedt el a világban. Ünneplik sokféle formában és időpontban. Magyarországon az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére már a 20. század első évtizedében is rendeztek gyereknapot. Ez a nap a vidámságé, a családé, és persze a gyerekeké. Már sok minden változott a világban, azért a gyereknapnak ma is megvan a varázsa. Úgy érzem, hogy sikerült egy jó kis programot összehozni itt a Tolnai Kulturális Központban. Általában inkább a bucsú, amire jobban emlékszem. Falun nőttem fel, úgyhogy nálunk inkább a bucsú volt a nyerő, így gyereknap környékén. Szívesen vagyok velük, úgyhogy nálam is vannak most egyébként is, és ezért vagyunk itt. Nagyon várták, úgyhogy és látom, hogy sok gyerekkel vannak szülők, nagyszülők, testvérek. Hát ha ők gondolnak ránk anyák napján, akkor érdemes gondolni rájuk, igen, gyereknap alkalmával, igen, megérdemlik. A Tolnai Kulturális Központban már nagyon készültek arra, hogy végre igazi és ne csak virtuálisan élvezhető programokkal álljanak elő. Bár a gyerekek félhetően jobban érezték volna magukat egy kis felhőtlen szaladgálás közepette, azért nem szegte kedvüket az sem, hogy az eső előbb belenekült a rendezvény egy zárt térbe. Vajda Tibor, a Kulturális Központ nagypapa kinézetű igazgatója azt mondta, gyereknapot muszáj rendezni. Bekényszerültünk ide a Lovardába, de azt hiszem, hogy így azért a gyerekeknek a ma délutáni tervezett szórakozása mindenképpen meg lehet. Elég régen voltam már gyerek, de nyilván itt a szülők, nagyszülők hozzák a gyerekeket, és szépeket játszanak. Én azt gondolom, hogy ha ez szabadtéri lenne, tehát kimehetnénk is nagyobb téren, nagyobb lehetőség lenne a futkározásra, akkor azért még jobb lenne. Volt itt ugrálóvár, gipszfestés, ügyességi játékok, móka és kacagás. Készültek dísztárgyak, kifestett arcok és elmaradhatatlan csillámtetkók, amik néhány napig még emlékeztetnek a napra. És hogy a szülőknek miért fontos a gyereknap, arra is fény derül. Igen, fontos. Mert végre boldog tőle.